Szinte csak oltatlan betegekkel találkozik az intenzív osztályon, állítja a Jobbik Dunakeszi önkormányzati képviselője, aki egy budapesti intézményben dolgozik ápolóként. A HVG-nek arról mesélt, hogy van, aki még akkor is tagadja a járvány létezését, amikor mellőle tolnak ki halottakat. Varga Zoltán Péterrel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezt leírta a Facebook posztjában is, és az egy eléggé kétségbeesett figyelemfelkeltés volt. Gondolom, egy hosszú éjszakai műszak után az ember, nem tudom, reggel 7-kor, 7:30 körül ül a gép előtt egy kicsikét kilúgozott aggyal, és azt mondja, hogy valamit tenni kell. Mit lehet tenni? Egészen pontosan egy hosszú éjszakai műszak után elindultam az egyetemre, tehát még csak nem is hazapihenni. Ó, még inkább. És néhány óra után tudtam hazamenni. És hát én sem igazán tudom, hogy mit lehet tenni. Nyilván mi dolgozunk és megtesszük mindazt, amit feladatunk megtenni ott bent a kórházban, de amikor azt látjuk, hogy ez a feladatellátás nem úgy megy, vagy mások nem teszik hozzá azt, amit hozzátehetnének, akkor az valóban egy kétségbeesett helyzet számunkra, amit valahogy kezelnünk kell. Ugye ez most a Kormányinfón is felmerült, újságíró kollégák kérdezték, hogy miért nem engednek be kamerát, újságírókat a Covid osztályokra, hogy meg tudják mutatni az embereknek, mint tavaly Olaszországban, hogy az egy dráma, ezt ne becsüljék alá. Dráma és tragédia, ami zajlik nap mint nap ezeken az osztályokon. Láttassa nekünk, velünk, kérem, hogy mi történik ott. Nagyon nehéz ezt így láttatni, és én is azt gondolom, hogy oda kamerák kellenének, és újságírók kellenének, nyilván a betegjogok tiszteletben tartása mellett, de nem tudom, hogy ezt lehet-e így láttatni ebben a helyzetben egy asztal két oldalán, amikor az ember bemegy arra az osztályra, ahol van 11 néhány ágy, és azon 11 néhány beteg, és ezeknek a betegeknek a túlnyomó részéről pontosan tudjuk, hogy nem fog kimenni arról az osztályról a két lábán, hanem valószínűleg csak egy zsákba becsomagolva, hogy elnézést kérek ezért a megjegyzés, de valóban így van. És úgy megyünk oda dolgozni minden egyes műszak elején, hogy pontosan tudjuk, hogy gyakorlatilag az esetek nagy részében semmi, de semmi értelme nincsen annak a munkának, amit ott ellátunk. És nem azért, mert nem teszünk meg mindent, hanem mert egy iszonyatos betegség ellen küzdünk. Mitől válnak menthetetlenni az emberek? Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy százalékuk megmenekülhetne ettől az egész szituációtól az oltás beadásával, és kaptam már természetesen én is az elmúlt két hétben, amióta ugye ezzel a sajtóban szereplek, hogy most én is az oltás propagandát tolnám, de nekem a gyakorlat azt mutatja, hogy ez valóban nagyon sokat számítana. Tud mondani arányt, hogy hány oltott és oltatlan van az intenzíven? Én az elmúlt héten azt mondtam, hogy nálunk, a mi osztályunkon, ami nyilván nem egy reprezentatív minta, olyan 6-8% az oltott, ezt azóta egy picit módosítom, talán egy picit nagyobb az időközben eltelt néhány napban az oltottak száma, de semmiképpen sem szignifikáns. Tehát nem arról van szó, hogy most hirtelen arra módosítom, hogy 50-50, hanem mondjuk arra, hogy 10-12% lehet akár az oltottak száma, de ők egyrészt nem annyira súlyos állapotban kerülnek sokszor benne, most nem mondom azt, hogy nincsen, természetesen ezt mindig is tudtuk, hogy ez 100%-os védelmet nem ad, de kirívóan nagyobb az oltatlanoknak a száma. Az emberek kétkedéssel hallják azt a mondatot, hogy a különböző kísérő betegségek mellett lesz halálos a Covid, mert azt mondják, hogy úgyis meghalna, és akkor miért fogjuk ezt a Covidra? Ezt gondolom ezerszer hallotta. De ezek a kísérő betegségek javarészt kezelhetők, nem? Ezek kézben tartott, gyógyszerrel kezelt betegségek az esetek nagy részében, és így csap össze az ember feje fölött a hullám. Egyrészt én erre, igen, ezt nagyon sokszor hallom én is, a kísérő betegségekre való utalás, de ilyen értelemben, ha végig gondolom, akkor ma Magyarországon kinek nincsen kísérő betegsége gyakorlatilag. Tehát, hogyha így tekintem, akkor még a legfiatalabb, relatív egészségesen élő embernek is valószínű, hogy van egy magas vérnyomása, vagy lehet egy cukorbetegsége. Kinek nincsen ma? Én itt vagyok 36 évesen, és azért nekem is vannak kísérő betegségeim. Tehát, ha így tekintem, hogy a kísérő betegségeket tekintem relevánsnak, akkor ezzel az erővel Magyarországon rákban sem hal meg senki tulajdonképpen, hiszen aki rákban meghal, jó eséllyel annak is van egy csomó kísérő betegsége. Mégis mindenki, akinek a hozzátartozója sajnálatosan meghal mondjuk egy tumoros megbetegedésben, az azt fogja mondani, hogy
a szerettem rákos volt. Igen. Tehát ebben az összefüggésben én azt gondolom, hogy teljesen irreleváns az erre való hivatkozás, hiszen minden más betegségre is igaz, hogy kísérő betegségei vannak. Kicsit infantilis módon állunk a dologhoz, tehát nem tekintjük elég mélyen át azt, hogy igazából mivel van dolgunk? Szerintem nem tekintjük át elég mélyen. Emellett nyilván félünk is. Félünk, ez az ismeretlentől mindig félünk. Feltételezem, hogy 1918-ban a spanyol nátha járvány idején is féltek az ismeretlentől az emberek, és most is biztos, hogy félünk. Nem tudom, hogy ez vészreakció-e, hogy akkor megpróbáljuk eltagadni az egészet, nem mindenki természetesen, de nagyon sokan, vagy ez valamilyen tudatos lépése sokak részéről, biztos, hogy ilyen is van, de én azt gondolom, hogy mindenképpen komolyabban kellene ezzel foglalkozni és kezelni ezt. Azt mondja, hogy bemegy az osztályra, és tudja, hogy nem annyian, és nem azok lesznek az ágyakon, amikor elmegy valószínűleg reggel a műszak végén. Milyen a halálozási arány? Ezt nem szokták különösebben firtatni. Szerintem itt most ez helyén való. Abszolút helyén való a kérdés, viszont én erre általában hárítani szoktam a választ, és nem abból azokból kifolyólag, hogy nem tudnék adott esetben a mi osztályunkon korrekt választ adni, vagy a mi osztályunk vonatkozásában korrekt választ adni, de egyrészt szerintem erre nagyon pici a mintánk, ez a 11 néhány ágyas osztály. Másrészt pedig azt gondolom, hogy inkorrekt lenne talán az, hogy egy-egy hozzátartozó, akinek a szerette bent fekszik egy Covid osztályon, most az általam ilyen hasraütésszerűen mondott igen. százalék alapján ítélje meg, hogy az ő szerettének mennyi esélye van. Akkor megfordítom az egészet, és akkor nézzük, van ennek nyilván egy pozitív pillanata is, amikor csoda történik, és azt gondolja, hogy ez menthetetlen ez a helyzet, ez az ember, ez nem fog a lábán kimenni, és ki tudják vinni az intenzív osztályról, és ki tudják vinni a kórházból a végén. Fordult már elő ilyen. Önök is csodaként élik meg? Mindenképpen. A második és a harmadik hullámban talán 5 nevet is tudok mondani, akik a mi osztályunkról így kimentek. Olyannyira, hogy megjegyeztem a nevüket. Pedig hát aztán több száz beteget láttunk el. 5. Az nem sok. Nem. Hogy lehet ezzel megbirkózni? És akkor most nézzük kifejezetten az egészségügyben dolgozók oldaláról. Rettenetesen nehezen, rettenetesen kevesen is vagyunk, és ezt mindig elmondom, hogy iszonytatóan kevesen vagyunk. Azokat a standardeket, amiket be kellene tartani, hogy egy intenzív terápiás ápoló hány beteget láthat el egy intenzív osztályon tisztességgel, igazán tisztességgel, azokat hát a mi osztályunkon is alig érjük el. Természetesen, tehát az, hogy egy intenzíves ápolóra 2 beteg jusson, ez a legritkábban fordul elő. Az elmúlt hétvégén volt olyan műszakom, ahol az egyik nagyon rutinos és tapasztalt ápoló kolléganőm 6 beteggel dolgozott egy éjszakán keresztül. Na most azt is mindig el szoktam mondani, hogy minden tiszteletem a belgyógyászaton dolgozóké, meg más osztályokon dolgozóké, de az intenzív terápia az nem az, ahol este 9-kor becsukjuk az ajtót, és a Marika nénnek megmondjuk, hogy csöngessen, ha fáj valamire, de legközelebb egyébként normál ügymenetben reggel mondjuk mosdatáshoz nyitjuk ki az ajtót, mert ott lehet, hogy elég egy egész osztályra 2 ápoló, nem azért, mert könnyebb az ő dolguk, hanem mert valószínűleg nem történnek olyan hirtelen dolgok az osztályon. Nálunk az intenzív terápia túlnyomó része a beteg megfigyelése. Természetesen gyógyszereket kap, vizsgálatokat kap, odafigyelünk rá, de elsődlegesen a megfigyelése, hiszen az intenzív osztályon néhány másodperc alatt változhat olyan drasztikusan a beteg állapota, hogy azonnal állítani kell a lélegeztetőgépen, a gyógyszerek adagolásán. Ez azon áll vagy bukik, hogy az ápoló, aki ott van amellett a beteg mellett, és megint csak minden tiszteletem az orvosoké, de az orvosok több beteget látnak el egy éjszaka során. Az ápoló az, aki minden pillanatban ott kell, hogy álljon a beteg mellett, és az ápoló jelzi az orvosnak, hogy most a 3-as számú ágynál baj van, és jöjjön azonnal. Ezen áll vagy bukik, hogy ezeket a betegeket meg tudjuk-e menteni, mert az orvos a szomszéd korteremből át tud rohanni, de ha az ápoló nincs ott a beteg mellett, hogy jelezze, hogy baj van, akkor az egész értelmetlen. Szervezési kérdés, vagy ténylegesen igazán nincs ember? Ténylegesen igazán nincs ember. Orbán Viktor ma reggel a rádió interjújában a rendkívüli helyzetre hivatkozva megtiltotta a felmondás jogát az egészségügyben. Mit gondol erről? Hallottam róla. Én a magam részéről nyilván azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy
hogy nincsen elegendő ember. Tehát ez egy önbeismerés, én azt gondolom. Ugye ugyanez a harmadik hullám végén is igaz volt, és most ugye újra bevezették, ez teljesen egyértelműen annak a beismerése, hogy nincsen elég ember, hiszen miniszterelnök úr is azt mondta, hogy nem engedheti meg az egészségügy, hogy még több embert elveszítsen, azért van szükség erre az intézkedésre. Az ellenzék és rengeteg egészségügyben dolgozó azt mondja, hogy nem fogja bírni a nyomást az egészségügy, hogyha nem figyelünk oda, hogyha nem oltatjuk magunkat, hogyha nem hordunk maszkot, hogyha mi magunk nem vagyunk együttműködők. Ön hogy látja, bírni fogja? Hát én azt gondolom, hogy már most sem igazán bírja ezt az egészségügy, és nem azért, mert összeomlik, ugye sokszor halljuk ezt az össze fog omlani az egészségügy, de ez egy megfoghatatlan dolog, mert az egészségügy soha nem úgy fog összeomlani, hogy holnaptól bezárják a kórházak ajtaját, és többet nem mehet oda egy mentő, vagy nem fog kijönni a mentőautó. Az egészségügy összeomlása az akként értelmezhető, hogy ugyanúgy lesz ellátás, ugyanúgy lesz mentőautó, ami kimegy a beteghez, csak nem 15 perc alatt, hanem 40 perc alatt, csak az ellátás során sokkal többen fognak esetleg meghalni, sokkal nagyobb a kockázata ennek az egésznek. Az egészségügy összeomlása ebben a tekintetben megkezdődött. És ebben az értelemben valóban igaz, hogy a betegeknek az együttműködése is nyilván ehhez mindenképpen szükséges, de hát elsősorban én azt gondolom, hogy kormányzati támogatásra van szükség ahhoz, hogy ne felmondási tilalom miatt legyen elegendő, vagy hát így sem elegendő, de ne legyen még kevesebb ápoló, hanem azért, mert például az egészségügyi szakdolgozók és dolgozók is megkapják azt a bérrendezést, amit az orvosok már nagyon régen megérdemeltek, de amiből a szakdolgozókat kihagyták. Ön dunakeszi önkormányzati képviselője is, meg egyetemre is jár, meg ápoló, meg a Jobbik képviselőcsoportjának Pest megyei frakcióvezető helyettese, tehát van számtalan feladata. Mennyit van a kórházban? Én 144 órában dolgozom, 12 műszakot minden hónapban. Én önkéntesként ezzel kezdtem. Ezzel együtt ez kemény. Így van. Én önkéntesként kezdtem, tehát ilyen értelemben abból csak előrébb léptünk ebben. Tiszteletem önnek és valamennyi kollégájának. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a lehetőséget.